atlétikai centrum Kisvárdán a 680 millió forintos beruházás eredményeként egy nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas létesítmény várja a versenyzőket és az amatőr sportolókat. Előzzük meg a vadbaleseteket. A tájékoztatás mellett vadriasztó készülékkel segítette az autósokat a rendőrség és a vadászkamara a nyíregyházi ellenőrzés során. Segítség a várandós anyáknak. 18 éves működése alatt 888 gyermek nyílt örökbefogadásában működött közre a Gólya Hír Egyesület. Nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas atlétikai centrumot adtak át Kisvárdán. A Kölcsei Televízió híradóját látják? Köszöntöm Önöket! A 680 millió forintos állami forrásból elkészült beruházás eredményeként egy 60 méteres, 4 sávos pályával ellátott futófolyosó, egy kivilágított 400-as körpálya, valamint kondicionáló terem és kiszolgáló helységek várják a versenyzőket és az amatőr sportolókat ezentúl Kisvárdán. A Bessenyei Gimnázium területén található létesítménybe 53 millió forint értékben szereztek be eszközöket a Magyar Atlétikai Szövetségtől. A magasugrók már az új atlétikai centrumban gyakorolhattak. Ők próbálhatták ki elsőként a kisvárdai Bessenyei György gimnázium területén épült új létesítményt. De nem csak számukra van lehetőség itt edzeni, a 680 millió forintos állami támogatásból kialakított centrumban valamennyi atlétikai sportág képviselője készülhet. Jelen pillanatban, amit láthatunk, az egy 400 méteres rekordtán futópályával ellátott teljes atlétikai centrum, tehát valamennyi sportág megtalálható itt, ami az olimpián megtekinthető. Ezen kívül gazdagodtunk egy 70 méter hosszú fedett futófolyosóval a téli felkészülés szempontjából, és nagyobbodott a tornacsarnokunk szabványméretű küzdőtérrel, új borítással, és ezen kívül pedig mindehez a szociális helyiségeknek a nézetméterre száma megfelelően alakult. Az atlétikai centrum nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas. Építésével nem titkolt cél, hogy Kisvárdán az atlétikában is jelentős sikereket érjenek el. Miért pont a Bessenyei Gimnáziumban azt hiszem, megmagyaráz az, hogy itt volt régen sporttagozat volt, nagyon szép eredmények voltak az atlétikában, nagyon régen, és úgy gondolom, hogy újra el lehet indítani egy olyan sport utánpótlás kinevelését, ahol újra sikereket várunk. Az atlétikai centrum a versenyzők felkészülése mellett a sportolni vágyók számára is nyitott. Természetesen ugye elsődlegesen a szabadidősport, de a minősége az olyan, hogy akár utánpótlás válogatott versenyekre is alkalmas, tehát várunk mindenkit szeretettel, aki ezt kívánja használni. Az atlétikai centrumba 53 millió forint értékben a Magyar Atlétikai Szövetségtől szereztek be eszközöket. A vad balesetek elkerülése érdekében tartott megelőző ellenőrzést a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság a Nyíregyházi rendőrkapitánysággal együttműködve Nyíregyházán a Sóstói úton. Az eseményhez csatlakozott az Országos Magyar Vadászkamara megyei szervezete is, akik vadriasztó készüléket osztottak a gépjárművezetőknek. Az ellenőrzés során felhívták a sofőrök figyelmét azokra a tudnivalókra, amelyekkel elkerülhetők a vadak okozta balesetek, illetve arra, hogy mit kell tenniük, amennyiben mégis megtörtént a baj. Az út melletti figyelmeztető táblák ellenére sok esetben nem lehet elkerülni a vadbaleseteket, hiszen az állatok nem a kressz szabályai szerint közlekednek. Váratlanul és nagy sebességgel képesek felbukkanni a gépjármű előtt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság a Nyíregyházi rendőrkapitánysággal együttműködve demonstratív ellenőrzést tartott péntek délelőtt a Sóstói úton. A figyelemfelhívás célja az volt, hogy minél kevesebb vadelütéses baleset történjen. A legnagyobb megelőző erő az, hogyha betartjuk a közlekedési szabályokat megfelelő figyelemmel és körültekintéssel vezetünk, figyelembe veszük a vadveszélyt jelző táblákat, hiszen azért a vadveszélyes helyeken ezek kihelyezésre kerültek. Emellett próbálunk még pluszban tenni azért, hogy minél kevesebb ilyen baleset történjen. Az egyik ilyen dolog az a mögöttünk látható tábla is, amit pontosan azért helyeztünk ki, hiszen egy vadveszélyt jelző tábla mellett könnyen elhaladunk. Amikor viszont meglátjuk magát a vadat, hogy néz ki, akkor óhatatlanul is tudatosul bennünk, hogy ilyen állat felbukkanására az adott területen számíthatunk.
A legtöbb vadelütés miatt történt baleset anyagi kárral járhat, de előfordulhatnak olyan esetek is, ahol súlyos személyi sérüléssel végződik a gépkocsi és az állat találkozása. De nem csak figyelmeztető táblák lehetnek a járművezetők segítségére a vadbalesetek elkerülése érdekében. Akár már pár ezer forintért is hozzá lehet jutni olyan vadriasztó készülékekhez, amelyek hangjelzéssel vagy fényjelzéssel próbálják megakadályozni, hogy a vadak a közútra merészkedjenek. Az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének szakemberei éppen ilyen egy a gépkocsi elejére felragasztható tárgyat osztottak a gépjárművezetőknek, amely a menetcél által gerjesztett hanggal zavarja meg a vadakat. Hajzel Lajos hivatásos vadász elmondta, vadászveszélyre mindig számítani kell bizonyos útszakaszokon, de vannak kiemelt időszakok is, amikor fokozottan ügyelni kell az autósoknak. Minden állatnál előfordul egy rizikósabb időszak, amikor tehát figyelmen kívül hagyja a gépjárműveket, tehát figyelmetlenebb. Például az őznél most következik a teritorium kiválasztás a tavaszi időszakban, és az erősebb egyedek a gyengébb egyedeket elüldött. Tehát az erősebb egyedek elfoglalják a jó helyeket, és a gyengébb egyedeket kitessékelik onnan, úgymond. És ilyenkor ezek a fiatalabb, gyengébb egyedek újabb helyet keresnek, és ilyenkor több esetben előfordul, hogy az erősebb egyed átzavarja az úton a gyengébbeket, előfordul, hogy mind a kettőt elüti a gépjármű. Tehát ilyenkor fokozottan kell figyelni. Amennyiben nem sikerült elkerülni a balesetet, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívó számot. Figyelmeztet a rendőrség és a vadászkamara, akik arra is felhívják a figyelmet, hogy az állatot semmiképpen ne szállítsuk el a helyszínről, hiszen az bűncselekménynek minősül. 18 éves működése alatt 888 gyerek nyílt örökbefogadását segítette a Gólya Hír Egyesület. A krízis helyzetben lévő várandós anyák támogatása mellett a szervezet szociális és pszichológiai tanácsadást is nyújt, valamint szükséghelyzetben átmeneti szállást biztosít a kismamák számára. A Gólya Hír Egyesület eddig 888 gyermek nyílt örökbefogadásában segített országszerte 18 éves működése alatt. De az örökbefogadás mellett segít azoknak a kismamáknak is, akik élethelyzetükből adódóan nehézséggel küzdenek a gyermekük felnevelésében. Erről a Gólya Hír Egyesület megyei képviselője beszélt 35 perc című műsorunkban. Jávorné dr. Erdei Renáta elmondta, az Egyesületet védőnők, trénerek és pszichológusok csoportja alkotja. Ugye változóak az élethelyzetek, változóak a segítségnyújtási formák is. Nagyon sok függ attól, hogy milyen korú a várandós például. Vannak olyanok, akik már azzal a kifejezett szándékkal jönnek az Egyesülethez, hogy ők szeretnék nyíltan örökbe adni a gyermeküket, és ebben kérik kifejezetten a segítséget. Természetesen elmondjuk nekik, miután feltártuk a helyzetet, hogy milyen más segítségnyújtás jöhetne szóba, de el kell mondanom, hogy az esetek többségében ezek szilárd elhatározások, és nagyon kevésszer találkoztam azzal az esettel, amikor ettől a szándéktól eltért a várandós. Habár a legtöbb esetben az örökbefogadás révén keresik meg a védőnőket, más szolgáltatásokat is nyújt az Egyesület. A szociális ügyek intézése mellett magzatvédő vitaminokkal is tudják segíteni a kismamákat, valamint szükség esetén egy úgynevezett krízisszállóban is el tudják helyezni a várandós anyukákat. Az Egyesület nyílt örökbefogadást alkalmaz, ami azt jelenti, hogy az életet adó anyuka és az örökbefogadó család legalább egyszer találkoznak a várandóság időszakában. Ez azért jó, és szerintem az egyik legnagyobb előnye abban van, hogy már újszülött korban az örökbefogadó szülőhöz kerülhet a gyermek, tehát egyből szerető családba kerül, a kötődés megfelelően tud alakulni, és ez nagyon pozitív a gyermek későbbi élete szempontjából. Tehát ez egy jó eljárás, én azt gondolom, de természetesen nem mindenkinek ez a megfelelő. A társadalomban még napjainkban is él az ítélkezés a nyíltan örökbeadó anyák felé, hangsúlyozta Jávorné dr. Erdei Renáta. Hozzátette, mindazonáltal az Egyesület álláspontja szerint ezek a kismamák bátrak, és azért keresik meg az Egyesületet, mert a legjobbat szeretnék, amit ők saját élethelyzetükben nem tudnak megadni gyermeküknek. Alapvetően, ami biztos, hogyha nem egy titkolt terhességről van szó, akkor a gyermekágyas időszakban, ugyanúgy, mint egyébként, a védőnő az, aki támaszként ott van ezek mellett, a nők mellett, de lehetőségként, hogyha ő segítséget szeretne kérni, az Egyesületet természetesen megkeresheti, és a megfelelő szakemberhez tudjuk őt irányítani.
Az egyesület képviselője azt is elmondta, 2015-ben lépett érvénybe az úgynevezett 6-7-es meggondolási periódus. Ennek értelmében a 6. hét végéig nyilatkozhat úgy az életet adó anya, hogy ő mégsem szeretné örökbeadni a gyermekét. A Gólyahelyér Egyesület elérhető az ingyenesen hívható országos krízisvonalukon. Egy országos plakátkiállítás első állomása Nyíregyháza volt. A Fidelitas által elkészített plakátok az ellenzék pártvezetőinek idézeteit tartalmazzák, amelyek szerintük a határkerítés lebontására utalnak és a fiatalok jövőjét veszélyeztetik. 11 plakát képezi a kiállítást, amelyet minden megyeszékhelyen és Budapest több kerületében is bemutatnak majd. A kampány ellen a Jobbik Magyarországért mozgalom elnöke Adorján Béla tiltakozását fejezte ki. Mi azt szeretnénk, ha meg tudnánk valósítani azokat az álmainkat, amelyeket kiskorunktól fogva elterveztünk. Mi azt szeretnénk, hogy az ország épülne és szépülne, és olyan országot tudnánk már a mi gyerekeinkre is hagyni, ahol nem kell semmitől sem félniük, hanem ahol szabadon gondolkodhatnak, gyakorolhatják a vallásukat, és építetik majd ők is az országot. 2005 óta március 2. csütörtöke a Vese világnapja. A kezdeményezéshez eddig 6 kontinens közel 100 országa csatlakozott. A Vese világnapjához kapcsolódóan Nyíregyházán tájékoztató és prevenciós jelleggel szerveztek figyelemfelhívó rendezvényt. Az egésznapos program során az érdeklődők szűréseken vehettek részt, és előadásokat hallhattak a vese betegségekről és a megelőzésükről. Ezeken többször is elhangzott, hogy az egyik kiemelt kockázati forrás, amely súlyos vesebetegség vezethet, az a cukorbetegség. A diabetológiai szakrendelővel szoros együttműködésben vagyunk, és hogyha úgy látják, hogy probléma van a vessével, akkor hozzánk irányítják a betegeket, de a betegeknek is tudatában kell lenni annak, hogy vannak bizonyos betegségek, amik hajlamosítanak, például, hogyha valakinek visszatérően van vesekövessége, húgyúti fertőzése, régóta fennálló, nehezen beállítható magas vérnyomása, vagy cukorbetegsége, akkor nem állt, hogyha a betegek is tisztában vannak, hogy oda kell figyelni, hogy esetleg a vesének nincs-e valami baja. Ez nagyon egyszerűen egy vérvizsgálattal vagy egy vizeletvizsgálattal megállapítható, hogy érintette a vese vagy sem. Schiller Don Carlos című drámáját mutatja be szombaton a Móricz Zsigmond Színház társulata. A számos izgalmas, összetett, drámai szépségű karaktert felvonultató alkotást a Nyíregyházán most először dolgozó Szabó Máté rendezi. Főtisztelendő úr, nekem nem volt szerencsém az anyáimmal. Amit megláttam a napvilágot, első cselekedetem egy anyagyilkosság volt. Herceg, ez az ővád Martos a lelkiismeretés. Új anyám. Don Carlos, Schiller 1787-ben írt művének címszereplője, Hamlet és Bánkbán mellett a drámairodalom egyik legismertebb vívódó hőse. A barokk Spanyolországban játszódó politikai krimiben és szerelmi történetben az apák generációja csap össze a fiúk más értékrend mellett hitettevő világával. A tragédia központi kérdése egyén és világ szembenállása. Az akaratában, gondolataiban szabad ember eszmevilága kerül szembe a társadalmi, történelmi valósággal. Schiller értékrendje szerint az ember életének értelmét az eszmékért folytatott küzdelem adja, csak ezért érdemes életünket feláldozni. A társulat izgalmas próba folyamaton van túl. A rendező a 20. század végi környezetbe helyezte a történetet, hiszen a műben számos olyan kérdésre keresik a választ, ami ma is része az életünknek. Ez van olyan izgalmas, mint bármilyen tévésorozat, amiket most úgy falunk. Azért ezen nagyon sokat kellett dolgozni, hogy ezért, mert a klasszikus szöveg ez kimomoljon, és egyszer csak olyan természetességgel hangozzon, hogy ne az jusson eszünkbe, hogy ilyen hosszú 1787-es ruhákban, vagy 1500-as ruhákban, amikor a történet játszódik, oda képzeljük a történetet, hanem igenis belelássuk a mi saját történetünket és a mai közeget. Kicsit persze nem már a mai közegben van, hanem egy kicsit korábban játszódik, tehát ugye a 80-as évek környékére tettük, de ebben a ma az nagyon benne van. A címszerepet vendégként Horváth Illés alakítja. A művész úgy véli, Don Carlos figurája nagyon különleges karakter.
igyekszem minél több ponton a saját személyiségemmel találkoztatni ezt az alakot, és saját magamra húzni, a saját élményanyagomból dolgozom, hogyha érzek valamit, azt mindig színpadon, azt mindig igyekszem saját magamból megfogalmazni, és ezzel kapcsolatban voltak hiátusok a magam részéről, de most, ha lekopoghatnám valahol ebben a pillanatban, akkor azt hiszem, hogy ez összejön a végére, igen. A premier előtt Kulisszák címmel kiállítás nyílik majd a galériában. A tárlatot a színház emlékezetes előadásainak díszleteiből és jelmezeiből a Teátrum szcenikai vezetője Boldizsár Zsolt állította össze. A kényelmes játék és a meddő mezőny fölé nyokozhatta a zalaegerszegi vereséget Révész Attila szerint. A Kisvárda MB2-es labdarúgó csapatának szakmai igazgatója híradónknak elmondta, az elmúlt két hétben mind fejben, mind játékban a helyükre kerültek a dolgok, és a Siófok elleni hazai mérkőzésen már egy más mentalitású együttes fut ki majd a gyepre, a cél pedig egyértelműen a 3 pont begyűjtése. Nem indult jól a tavaszi rajta Kisvárdának. Zalaegerszegen hiába szerezte meg már a mérkőzés elején Ilics a vezetést a szabolcsi együttesnek, az előnyt nem sikerült sokáig megőrizni. Előbb Vernes büntetőből egyenlített, aztán a gólszerző beadásából Kroner Martin fejelt a várdai kapuba. Kondás Elemér csapata ugyan küzdött az egyenlítésért, de csak távoli próbálkozásokig jutott. A Kisvárda a mostani bajnokságban így elszenvedte első vereségét idegenben. Révész Attila úgy látja, a játékosok túlságosan megnyugodtak a vezetés tudatában, ez okozhatta a vesztüket. De szerinte az is nagy problémát jelentett, hogy meddő mezőnyfölényüket nem tudták gólra váltani. Most 2 hét állt a Kisvárda rendelkezésére ahhoz, hogy a hibákat javítsák, ugyanis egy Irmót elleni mérkőzés elhalasztásával egy hosszabb kényszerpihenő várt az MB2-es csapatra. Inkább az volt a probléma, hogy ez a kényelmes játék, ez az elején a korai gól megnyugtatta a csapatot, és a kényelmes játék kitartott a mérkőzés végéig. Na hát most a következő időszaknak ez volt a feladata. Ugye elmaradt a következő mérkőzésünk a Irmót ellen, azon a héten már mentálisan föl tudott a csapat állni, és hát ez a hét már olyan játékot mutatott, illetve olyan edzés mutatók voltak, amely egyértelmű bizakodásra adott a következő meccsre. Amit a legutóbb Győrben győzelmet arató, jelenleg a tabella 15. pozícióját elfoglaló Siófok ellen vív a Kisvárda vasárnap. A csapaton belül néhány poszton változtatást kellett eszközölni, a Siófok ellen egy más arcát fogja már mutatni a csapat, lényegesen lendületesebb lesz, más filozófiával és egy pici más taktikai variációval is lesznek a pályára küldve. Hozzáteszem, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz, mert a jelenlegi pályaviszonyokat figyelembe véve megolvadt a hó, a talaj már ugyan a talajmenti fagyokat elengedte, nem annyira fagyos, mint volt még néhány nappal ezelőtt, viszont a rengeteg csapadék az nem tett jót neki, és még mindig olyan 20-25 cm-en fagyokat találtak a kollégák, ezért olyan sár van jelenleg, amely futballra nem igazán alkalmas, reménykedünk a jobb időben és a napsütésben, illetve egy pici szélt is várnánk, amely felszárítja a pályát, és akkor egy jó mérkőzés alakulhat ki, amelyen egyértelműen csak a győzelem lehet a cél. A Kisvárda Siófok MB2-es labdarúgó mérkőzés vasárnap 14 óra 30 perckor kezdődik a Várkerti sporttelepen, a Kölcsei televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják a találkozót. 6 idegenbeli mérkőzést követően vasárnap ismét hazai környezetben lép pályára a Nyíregyháza Blue Sharks. A tabella 3. helyén álló kék cápák az 5. helyezett PVSK-t fogadják. A találkozó 16 óra 30 perckor kezdődik a Continental Arénában. Legutóbb január 27-én játszottak hazai környezetben a kék cápák, azóta zsinórban 6-szor idegenben léptek pályára Nagy Krisztiánék. Vasárnap ismét a Continental Arénában láthatják a nyíregyházi kosarasokat a szurkolók, a 13 hetes mutatóval az NB1B piros csoportjának 3. helyén álló Blue Sharks a 11-9-es mérlegű 5. helyezett PVSK-t fogadja. Pécsen hosszabbításban kapott ki Siska János együttese, amely a HEP kupa elődöntőjében legyőzte a baranyai csapatot. Az edző most is nehéz mérkőzésre számít. Nagyon kemény meccsre számítunk, ugye a HEP kupán is kemény meccset játszottunk velük, akkor sikerült nyernünk, én bízom benne, hogy itthon is meg tudjuk verni őket. Mindig vannak ugye kisebb sérülések, sajnos a Cura Attila megbetegedett, illetve a Zolá Zoltán. Remélhetőleg vasárnapra már jobban lesznek, most még nem tudnak velünk edzeni. Szűkített kerettel készülünk, de mindenképpen nyerni szeretnénk. A csapatkapitány Nagy Krisztián szerint plusz motivációt jelent a játékosok számára az, hogy 6-7 szünet után ismét saját szurkolóik előtt léphetnek pályára. Nagyon örülünk, hogy végre hazai pályán is játszhatunk. Hosszú volt ez az idegenbeli túra, kisebb-nagyobb sikerekkel.
ugye a Hepkupában második helyet értünk el, illetve három mérkőzésből kettőt sajnos elvesztettünk idegenbe utána. Úgy gondolom, hogy előre lendített bennünk az utolsó békés elleni győzelmünk, ahol mindenki megtette a csapat annak érdekében, hogy kikerüljön ebből a negatív spirálból, illetve kimászom abból a gödörből, amiben került a Honvéd, illetve az MTK meccs után. Nagyon jó csapat a Pécs, B csoportos szinten fiatalok, futósok, hajtósok. Mindenképpen nehéz dolgunk lesz, főleg az elején, de úgy gondolom, hogy ha koncentrált a csapat, akkor akár egy nagyobb arányú győzelem is kisülhet belőle. Minden esetre újra fel kell venni a hazai pálya ritmusát, és mindent megteszünk a győzelemért, de nem lesz egyszerű. A Nyíregyháza Blue Sharks PVSK mérkőzés vasárnap délután 4:30-kor kezdődik a Continental Arénában. A 21. forduló további párosítása a következő, tehetséges fiatalok Oroszlány, Miskolc Veszprém, Budapesti Honvéd Nagykőrös, Vasas Bonyhád, MTK Török Bálint Békés és Győr Vásárhelyi Kosársuli. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas atlétikai centrumot adtak át Kisvárdán. A 680 millió forintos állami forrásból elkészült beruházás eredményeként egy 60 méteres, 4 sávos pályával ellátott futófolyosó, egy kivilágított 400-as körpálya, valamint kondicionáló terem és kiszolgáló helységek várják a versenyzőket és az amatőr sportolókat. A Bessenyei gimnázium területén található létesítménybe 53 millió forint értékben szereztek be eszközöket a Magyar Atlétikai Szövetség. A vadbalesetek elkerülése érdekében tartott megelőző ellenőrzést a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság a Nyíregyházi rendőrkapitánysággal együttműködve Nyíregyházán a Sóstói úton. Az eseményhez csatlakozott az Országos Magyar Vadászkamara megyei szervezete is, akik vadriasztó készüléket osztottak a gépjárművezetőknek. Az ellenőrzés során felhívták a sofőrök figyelmét azokra a tudnivalókra, amelyekkel elkerülhetők a vadak okozta balesetek, illetve arra, hogy mit kell tenniük, amennyiben mégis megtörtént a baj. 18 éves működése alatt 888 gyermek nyílt örökbefogadását segítette a Gólya Hír Egyesület. A krízishelyzetben lévő várandós anyák támogatása mellett a szervezet szociális és pszichológiai tanácsadást is nyújt, valamint szükséghelyzetben átmeneti szállást biztosít a kismamák számára. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 9-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hír összefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérik honlapunkon is, egész heti figyelmüket. Munkatársaim nevében is köszönöm. A viszontlátásra! Holnap is kora tavaszi, változékony időre számíthatunk. Nyugat-Európa mentén örvénylő ciklonperemén váltakozó nedvesség tartalmú, egyre enyhébb légtömegek áramlanak a Kárpát-medence térségébe. Az előttünk álló éjszaka többnyire erősen felhős lesz az ég. Éjszaka párássá válik a levegő, köd is képződhet. Elszórtan kisebb eső, zápol előfordulhat. Mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. Reggelre általában egy fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben rövid napos időszakok mellett általában erősen felhős lesz az ég. A köd a délelőtt folyamán fokozatosan mindenütt feloszlik, kitisztul az idő. Néhol pár csepp zápor előfordulhat. A délnyugati szél helyenként megélénkül. Délutánra 10 fokig emelkedik a hőmérséklet. Meleg fronti hatás van térségünkben. Vasárnap és a jövő hét elején közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, amely mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Vasárnap az esti óráktól egyre több felé várható eső, zápor. A hét közepétől már csak helyenként valószínű csapadék. Az eleinte déli, délnyugati, majd kettől az északnyugati, nyugati szél sok helyütt megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Az éjszakai fagyok az ország nagy részén megszűnnek, a csúcsértékek pedig általában 10 fok fölött alakulnak. A hőmérséklet a sok évi átlag felett alakul majd a jövő héten.